Han Endrével, a Median ügyvezetőjével folytatjuk, értékeljük azt a felmérést, annak az eredményét, arról készült táblázatunkat, amit itt láthatnak most a nagy plazma képernyőn. Hogy tudnék, az Európai Unió tagjaként Magyarország is megszavazta, hogy Oroszországot súlyos gazdasági szankciókkal sújtsák, ezzel kényszerítsék a háború befejezésére. Mit gondol ön, támogatja ezeket a szankciókat, vagy sem? Tették fel ezt a kérdést május végén, illetve most októberben is. Érdekes a szavazati arányok, hogy a támogatottság változása. Nagyjából egyharmad, aki kitart amellett, hogy helyesnek tartja a szankciókat, és meglepő módon 41%-os elutasítottsággal szemben most már 52% utasítja el azokat, és van egy 10, illetve egy 20%-ról 10%-a csökkent része a szavazóknak, akik azt mondják, hogy nem támogatnák, hogyha ez nehezíteni az ő megérhetésüket. Hogy pontosan mit is takarnak ezek a számok, arról beszélgetünk, tehát Han Endrével, a Median ügyvezető. Jó reggelt kívánok, köszönöm, jó reggelt, a stúdióban. Nos, mit olvashatunk ebből, és mennyire meglepő, hát különösen az elmúlt fél év kormányzati kommunikáció fényében, akár értékeltjük ezt úgy is, mint kormánykritika, tehát a lakosság javarésze elutasítja a kormánynak azt a döntését, hogy támogatta, megszavazta a szankciókat. Lehet így is, úgy is forgatni a kormány ebben a kérdésben, vagyis hát Orbán Viktor, aki a legtöbbet ebben az ügyben nyilatkozik, az ő álláspontja nem teljesen világos, nagyon ügyesen forgatja a szavakat itthon, külföldön, nem mindig teljesen ugyanazt mondja. A tény az, hogy akármilyen nyomás vagy érdek vezette, de ő is megszavazta azokat a szankciókat, amiket később aztán nagyon kritikusan értékelt. És hát ez már májusban látszott tulajdonképpen, mert akkor is a kérdést úgy fogalmaztuk meg, hogy egyben tájékoztatás is legyen, mert nem vagyok meggyőződve arról, akár még ma is, hogy az emberek pontosan értik, hogy mi az, hogy szankció. Azért ilyen hosszú a felvezetés a kérdésben. Hát igen, hogy értsék, hogy ez ki ellen irányul, hogy mi a célja, és hogy az Európai Unió, amelyik egyébként egy pozitív fogalom a magyar közönség többsége számára. Szóval ez összetett dolog, és a kérdés is egy kicsit összetett. Tehát számomra nem egyértelmű ebben a kormány álláspontja, az utóbbi időtől eltekintve, amikor kimondottan erre irányul a kormány teljes kommunikációs gépezete, hogy meggyőzzék az embereket, hogy ez egy ártalmas dolog. Egy kis baj van szerintem ezzel, vagy egy kérdés mindig felvetődik, hogy oké, ez érthető akár, mert valóban vannak ennek negatív hatásai a magyar társadalom és gazdaságra nyilvánvalóan, de akkor milyen más megoldást javasol a kormány, mármint az Oroszország elleni nyomás gyakorlásra? Ez sajnos ez nem derül ki felmérésből nyilván. Igen, de az egészen egyértelmű, hogy ez a nagyon erős változás, mert azért ez mondhatnám úgy, hogy fordulat. Mármint a 41-ről 52%-ra. Hát fordulat abban, hogy a korábbi inkább támogató álláspont most, ugye akkor 50% volt azoknak, fölött volt azoknak az aránya, akik kapásból azt mondták, hogy támogatják. Ott is ezt valamennyire árnyalta azt, hogyha rákérdeztünk, mert ez két egymás követő kérdés, és akkor is támogatja, kérdeztük a támogatóktól, ha emiatt Magyarország gazdasága lelassul, a megélhetés nehezedik, ami hát akkor már benne volt a pakli, vagy... Ezt mutatja a piros mező, hogyha a grafikon még nagyban is mutatjuk, ugye? Így tehát van. Nem akkor sem, akkor nem, ott van egy betűhiba, tehát ez a 19% volt, így és van. A 35-tel együtt az valóban egy 54%-os többség. Akkor megvolt a többség, ez mostanra megfordult, és most már többség ellenzi, és ez nagyon érdekesen függ össze egyéb attitűdökkel, magával a politikai hovatartozással, a pártállással. Mert a fideszesek 80%-a. Elsöprő. Tehát nyilvánvaló, hogy a Fidesz szavazók majdnem egységesen követik azt, amit a kormány kommunikációban. Működik a kommunikáció. Egyáltalán szükség van ezek után az óriás plakátokra, a nemzeti konzultáció és egyebekre, ha már úgyis ilyen jól állnak a kormányzati szempontból? Én általában, mint közvéleménykutató, mint szociológus
korábban sem rejtettem véka alá, hogy nem vagyok nagy híve ezeknek a nemzeti konzultációknak, de ennek messze vezető szakmai oka is vannak, nem csak politikai. Azt gondolom, ebben az esetben tényleg lehet azt mondani, hogy túltolja a kormány, mert már a konzultáció beindítása előtt megvolt ennek a támogatottsága, tehát úgy is fogalmazhatnék, hogy nagyon felesleges pénzkidobás, de a választási kampányban is láttuk, a Fidesz nagyon-nagyon biztosra ment. Tehát utólag persze könnyű okosnak lenni, de az az elképesztő összeg, amit a legkülönbözőbb társadalmi csoportok megnyerésére fordított. Ez a visszatérítés. Anélkül is, valószínűleg anélkül is megnyerte volna, persze nem tudhatták az év elején, vagy az előző év végén, hogy lesz háború. És a háború viszont teljes mértékben, a háború, és persze annak a kommunikációja a kormányzat részéről, az mindenképp a általában is a hatalmon lévőknek a malmára hajtja a vizet, de ebben az esetben konkrétan. Lehetséges egyébként, hogy akkor azért tartják még fent továbbra is ezt a rendszert, egyrészt már elindult, és már kinyomtatták, és nem kiszorták, hogy azért a saját pozíciókat és a támogatottságukat jelezzék a kérdéstől független is, mutassák a magyar nemzet minden tagjának, hogy igenis a többség velük van. Igen, egyrészt mutassák, másrészt azért az is fontos célja, hogy fenntartsák. Tehát mindig újra és újra megerősítsék a saját táborukat abban, legyen olyan ügy, ami mögé oda tudják őket mozgósítani, tudják, oda tudják őket állítani. Tehát ez a Fidesz politikájának az egyik legfontosabb eleme, hogy mindenkor, milyen messze van még a választás, de nem lehet egy pillanatra sem elengedni azt a 2-2,5 millió kezet, akiknek a szavazatára számít. Még egy pillanatra a táblázatot, hogyha visszakaphatjuk, ott olyan csekély számnak tűnik ugyan a sor végén, az az 5 és a 7%, de az is jelezhet valamit, a bizonytalanok vagy a nem tudok válaszolni aránya, hogy kicsit össze vannak zavarodva az emberek itt, ez a 5-7%-ra, tehát valaki nem is tudja, hogy most mit válaszolni a kérdésre. Bevallom, egy ilyen éles politikai kérdésben az 5 vagy 7%-os kitérő válasz, bizonytalan, nem tudom válasz, nem sok. Tehát én azt gondolom... Nem, arra gondolom csak, hogy a növekedés van az 5-höz képest a 7, tehát miközben egyre több információt kaptak az emberek, ja, meggyőződő, is lett. Mégis többen inkább elbizonytalanodtak. Hát igen, de azért ezeknek a számoknak, ennek a különbségnek a nagyságát nem túloznám el. Ez majdnem, hogy lehet, ahogy mondani szoktuk, a véletlen, hogy egy ilyen ezres mintában éppen hogyan alakulnak a számok. Nem, ez inkább azt mondanám komolyan, hogy meglepően készek az emberek véleményt nyilvánítani, mert annyira benne van a mindennapi életüket, annyira átszövik ezek a politikai üzenetek, és persze, hogyha valaki kizárólag vagy elsősorban a kormányzati kommunikációnak van kitéve, vagy azt választja, akkor ő nyilvánvalóan egyértelmű üzeneteket kap. Hát Endre, köszönjük szépen, hogy el volt, és segített megérteni a grafikonok a táblázatnak a számát. Örülök, hogy itt lehettem. Köszönöm. Köszönjük szépen.